Pitti Katalin, Liszt-díjas érdemes művész operaénekes több darabból énekelt részleteket a diákoknak, bevonta az érdeklődőket az interaktív énekórába, együtt beszélgettek a zene fontosságáról. Eddig egyáltalán nem hallgattam operát, meg szerintem a korosztályomban nagyon senki, inkább ez így az öregekre jellemző, meg a nagymamámtól hallottam, hogy elment az operába és ő hallgatott, de most, hogy a művésznő így bemutatta meg, bejátszott ilyen felvételeket, nagyon megtetszett, úgyhogy lehet, hogy a nagymamámmal még egyszer el is megyek. Tetszett, hogy nem volt annyira kötött, tehát hogy interaktív volt, és minket is belevont az előadásba, illetve tetszett az, hogy énekelt nekünk, és olyan felvételeket mutatott, ami róla szólt, és végül is az ő élete volt benne ebbe az egészben. A Zeneakadémia és az Operaház közös kezdeményezésének célja, hogy a fiatalok körében népszerűsítsék az opera műfaját. A tanítás mellett Pitti Katalin országjáró körúton tart előadásokat, ahol szeretné megmutatni a diákoknak, hogy azokon a zenéken kívül, amiket hallgatnak, más stílusok is léteznek. Az opera műfaja rendkívül gazdag műfaj, rendkívül sokrétű és összetett műfaj, ami azt gondolom, hogy minden embernek nagyon sokat adhat. A művésznő saját karrierjéről és példaképéről, Házi Erzsébetről is mesélt. Ezt a különleges felvételt is elhozta a Szombathelyi Oktatási Intézménybe. Most Gájer Zsuzsanna tanárnő meghívására érkezett. Egyik alkalommal mesélte, hogy ő lett az opera nagykövete, és járja az országot, számos iskolába eljárt már, és ezért arra gondoltam, hogy akkor meghívjuk, és ő nagyon nagy örömmel el is fogadta meghívásunkat. Pitti Katalin egy különleges házi feladatot is adott a diákoknak, legközelebbi látogatására egy zenés műsort kért a diákoktól.